Szeretettel köszöntök mindenkit a Komlós Aladár kuratóriuma nevében, amelynek tagjai Sándor Iván elnök, aki egy nagyon csúnya vírusfertőzés utáni állapota miatt nem tudott jelen lenni. Most én fogom őt helyettesíteni, dr. Salamon Ferenc főorvos kuratóriumi tag. Ő a második olyan kuratóriumi tag, aki Komlós tanítvány volt. Gimnáziumi osztályába járt a Komlós Aladárnak, illetve én pedig Bazsányi Sándor vagyok, a kuratórium harmadik tagja, és most ünnepélyes keretek között átadjuk a 2023-as Komlós Aladár díjat. Ennek a díjnak több évtizedes története van, kiválóbbnál kiválóbb szakemberek, irodalmárok, a kultúra és a művészeti világ területén működő kollégák kapták meg a díjat eddig. Most én nem fogom elsorolni a díjazottakat, sőt több díjazottat sem fogok mondani, csak egyet, egyetlen egyet, már csak azért is, és nagy szomorúsággal. Néhány évvel ezelőtt, aki itt kellene, hogy legyen köztünk ma, Remény József kollégánk, Remény Jóska kapta a Komlós díjat 3 évvel ezelőtt. Ő most itt lenne, nincs itt, és ezt tényleg nagyon szomorúan mondom. Már csak azért is, mert a idei díjazottnak egy nagyon közeli kollégája könyvét szerkesztette, együtt dolgoztak a Helikon kiadónál, Örkény István műveinek a legújabb sorozatának a szöveggondozásában, meg egyáltalán nem kevésszer találkoztak pályájukon. Arra gondoltam, hogy én most két részletet felolvasnék, két szövegrészletet. Az egyiket a díj címadójától, vagyis Komlós Aladárnak az egyik munkájából, a másikat pedig az egyelőre még meg nem nevezett díjazott egyik munkájából, abból a kötetéből, amelyet történetesen az előbb emlegetett Reményi József Tamás barátunk szerkesztett. Már csak azért is, mert ugye Komlós Aladár a díjnak a címadó szereplője, ugye ő nem csak irodalomtörténész volt, nem csak tanár volt, költeményeket is írt, és egyáltalán a kultúra, a művészet lehető legtágabb körében, legtágasabb mezejében gondolt el azt, amit most mind közönségesen talán a legegyszerűbb úgy elnevezni, hogy Magyarország. 1947-ben Irodalmunk társadalmi háttere című könyvében írja az alábbiakat. Babits szerint keleti nép vagyunk nyugati kultúrával, és ez majdnem igaz, csak félreérthető. És Babits szándéka ellenére még holmi turáni ábrándokat is igazolni látszó. Pontosabb, ha azt mondjuk, kelet-európai társadalom vagyunk nyugati kultúrával. Senki sem fájlalja annyira a kulturális dualizmus azt az űrt, amely a nyugatos magyart népétől elválasztja, mint Ady Endre. Mert ő nem csak irodalmi téren akarja a magyarságot nyugativá formálni, hanem az életformák, a politikai, társadalmi berendezkedés terén is. És tapasztalnia kell, hogy vállalkozása kudarca van ítélve. Na most a színház világa volna talán az, ami a művészeti és a társadalmi modernizmusnak, innovációnak talán a leginkább interaktív lehetőségtere. És erről a lehetőségtérről, ennek a 20. századi lehetőségtérnek tágulásáról, szűküléséről olvashatunk Radnóti Zsuzsa Lázadó dramaturgiák című könyvében, ahonnan most idéznék egy rövid gondolatot. A magyar színház a 20. század kezdetén átlépte a Rubikont, végrehajtotta a modernizációs korszakváltást. Ugye ezt a Molnár Ferenc az Ördög című művének az előadás 1907-es Vígszínházi előadásához köti Zsuzsa. Ugye ez egy nagyon erős dátum, ugye egy évvel korábban jelent meg az előbb Komlós által emlegetett Ady első igazi verses kötete, az Új versek, 907-ben a Vér és arany, aztán 908-ban elindul az a folyóirat, ami tulajdonképpen Komlós számára is a káját jelentette, a nyugat.
Ebből a kezdeti sikeres és lendületes pozícióból azonban a színházak nem tudtak érdemben továbbépni. Az új és szokatlan hangú, a változókorok új problematikáit új módon megszólaltató, a megszokott konvenciókat szétrobbantó, lázadó tendenciájú színjátékok szívós jelenléte végigkíséri a 20. századot, a modern magyar dráma történetét. Ez a lázadás hol az esztétika, hol a politikum szférájában jelentkezett, hol szemléleti és ritkán ugyan, de filozófiai síkon is. Kiemelkedő alkotások esetében pedig mindkét vagy mindhárom területen egyszerre. E lázadó attitűd következtében nagyon gyakori volt, hogy a művek integrálódása a nemzeti kulturális emlékezetbe késve, nem megfelelő színvonalon, vagy egyáltalán nem következett be. Na most ennek a lázadó hagyománynak az integrálásában, annak lehetővé tételében nagyon nagy szerepe van az utóbbi néhány évtizedben Radnóti Zsuzsa dramaturgnak, drámai színháztörténésznek, vagyis az idei 2023-as Kónos Aladárdi díjazottjának, és ebbe az integrációs tevékenységébe, ebbe a tevékenységi körbe beletartozik első között az a drámaíró, színházi ember és szépíró, de most elsősorban ebben a színházi minőségében van jelen Spiró György, aki a laudációt elmondja. Radnóti Zsuzsa, aki maga is díjalapító, a legtöbb díjjal kitüntetett magyar dramaturg. Elismertségében szerepet játszhatott a dramaturgok lassan növekvő megbecsülése, de mindenképpen különleges, hogy a nagyobb nyilvánosság számára láthatatlan színházi munkáját 9 különböző bizottság értékelte nagyra. A Harsányi Zsolt díja 18 év különbséggel kétszer is odaítélték. Zsuzsa abban a Víg Színházban dolgozott 1963-tól kezdve, amelybe új magyar szerzőként bekerülni korán sem volt könnyű. Éberen működött a politikai cenzúra, a közönség ízlése pedig a nem hagyományosan Víg Színházi formát nem igen tűrte. Fiatal dramaturgnak lenni egyáltalán nem jelentette azt, hogy egy pályán valakit jegyezni fognak. Várkonyi Zoltán 1960-tól főrendezőként, majd 71-től igazgató főrendezőként a magyar újdonságokra érzékenyen, a polgári színházat az újabb nyugati áramlatokkal vegyítve, már mennyire engedték, a Néphadsereg Színházból ismét Víg Színházat faragott, de a beosztottjainak túlságosan nagy szabadságot nem adott. Belső harcait a rendezőkkel, külső csatáit a minisztériummal és a pártközponttal vívta, és talán nem véletlen, hogy például nem a polgári ízlés ápolására kijelölt Víg mutatta be 67-ben a Tótékat, hanem a jóval kisebb befogadó képességű Dália. Azért említem éppen ezt a drámát, mert megírásánál Radnóti Zsuzsa bábáskodott, a Víg Színház ifjú dramaturgia. 2 évvel később a szintén Zsuzsa ösztönzésére született Macskajátékot Székely Gábor mutatta be Szolnokon, Várkonyi megvárta, mit szólnak hozzá, és csak azután mutatta be. De hát általánosan is elmondható, hogy amióta ez a német eredetű szakma működik, elsősorban nem a dramaturgon múlik, mit mutatnak be, erre ott van az igazgató, a főrendező, a rendezők, a belső és főleg a külső tanácsadók, minisztériumi emberek, pártemberek, zavarosban halászók, és minden rendű és rangú önérvényesítő vakabundok. 1970 őszén Zsuzsa elolvasta 2 darabomat, nem én házoltam velük, és lelkesen biztatott a további darabok megírására, Horvai Istvánnal együtt, aki szintén látta, hogy azok a darabok nem bemutathatóak. Nagyon jól esett, hogy Zsuzsa sokszor jelét adta, számon tart és figyel rám. Időnként darabot kért, hát ha mégis úgy lehetne. Kedves gesztusa volt, hogy amikor Peter Brook társulata 73-ban szerepelt, vendégszerepelt Budapesten, felhívott, hogy helyet szerzett az első emeleti lépcsőre,
így láthattam a híres Szent Iván éjjelmet. 18 év múlva lett meg a VIP-ben az első bemutatóm. Ebből az a tanulság, hogy a dramaturg pályája is hosszú távfutás, nem csak a szerzői. Azok is érezték a gondoskodását, akik a VIP színházi bemutatóig nem jutottak el. Zsuzsa gondoskodása, érdeklődése nem korlátozódott egy-egy VIP színházi produkció elősegítésére. Őszintén érdeklődött mindazok iránt, akik a számára nagy és szent műfajt, a drámaírást művelni kezdték, mindent elkövetett, hogy a kudarcok miatt ne hagyják abba, és ha valakiben tehetséget látott, hírét vitte mindenfelé. Joggal beszélünk a dramaturgok szakmai tudásáról, színházi berkekben való jártasságáról, aktuál politikai fondorlatosságáról és rábeszélő képességéről. Nem mindegy, hogy egy jó érzékű dramaturg kinek és mit sug a fülébe. A szorongó rendezőnek akkor is a legfontosabb társalkadónője, ha történetesen férfi. A dramaturg arra is való, hogy a képességeiben kételkedő, pillanatnyilag indisponált rendezőben, aki ettől akár még zseni is lehet, mindvégig tartsa a lelket. Olykor arra tartják, hogy a rendezői letolást a színészeknek készbesítse. A dicséretet a rendező közvetlenül szokta megmondani. A rendező a dramaturg útján adja a szerző tudtára, hogy nem ért a színházhoz, amelyben a rendező az úr. A dramaturg diplomata és villámhárító. Nem mindig és nem mindenütt kellemes dramaturgnak lenni. Zsuzsának volt és van egy egészen kivételes, vele született hajlama. Zsuzsa lelkes. Ha véletlenül nem a dráma lenne a kedvence, akkor más műfajban lett volna lelkes. Lelkesedése annyira őszinte és magával ragadó, hogy a legmegártalkodottabb szerzői kis hitűséget is átüti, a tehetségtelenek is tehetségessé lesznek általa. Hiszen tudjuk, a tehetség soha nem állandó, a legjobbakban is hullámzik, és akiben alig-alig pislákol eleinte, adandó alkalommal hihetetlen erővel tör elő. Ha nem önzetlen és baráti társa a rendezőknek, nehezebben szánták volna el magukat egy-egy új magyar musical, vagy a kortársaink közül Bereményi Kornés Mihály Nádas Péter bemutatására. Ha egy általa támogatott darab nem került is színpadra cenzúrásokból, vagy formai konzervativizmus okán, ami gyakran megesett, vagy csak jóval a megírása után, tanulmányt írt róla, és minden lehetséges fórumon népszerűsítette. Tapintatával és kedvességével pompásan palástolta, hogy buldog természete. Akiket nem mutattak be, azokat beajánlotta más színházaknak, és állást, megélhetést, bedolgozói lehetőséget szerzett a számukra. Nem volt ebben se számítás, se helyezkedés, se politikai, se ideológiai célzat. Zsuzsa nem volt színházi reformer, nem volt az avantgard elkötelezettje, nem volt maradi, nem volt haladár. Egyszerűen lelkesedett azok iránt, akik a magyar tudatot formáló reformkori irodalmárok által lebecsült, és azóta is folyamatosan lesajnált nagy műfajt, a drámát valamiért aktívan művelni akarták, és látott a tevékenységükben valami eredetit. Ezt a sugárzást érezték meg az alkotók, akik nem hagyták abba, vagy éppen a rábeszélésére kezdték újra, és ezt érezték meg a díjazók is, ezúttal tizedszer. Nekik is gratulálok. Isten értesen is köszönjük szépen. Köszönjük.
az ünnepések vége, most elkezdődik a munka, tehát azt beszéltük meg, hogy egy kicsit beszélgetünk, nem visszaél a megjelentek türelmével, hát a munkáról, amiben Zsuzsa, azt gondolom, hogy nyakig vagy, mint ahogy eddig is nyakig voltál, és talán nem túlzó, hogyha most a munkádat egy valamire, a kérdéseket egy valamire összpontosítjuk, az őrkény életművel kapcsolatos, éppen aktuális tennivalókra. Mesélj nekünk erről egy kicsit. Köszönöm a kérdést, mert az a nagyon ritka alkalom, amikor én beszélek, vagy velem foglalkoznak, akkor tényleg azzal a szerény dologgal, amit én, mint dramaturg végzek. Viszont az, hogy a háttérben vagy évtizedek óta Örkény Istvánnak a hagyatékát gondozom, és nem egyedül, mindjárt el kezdem mondani, hogy Reményi József Tamás volt az én állandó kritikusom, munkatársam, segítőm, állandóan hajtom, hogy mindig a legnagyszerűbb dolgokra próbáljunk koncentrálni az Örkény István életműben, és ezt valamilyen módon méltón tudjuk képviselni. Úgyhogy hát nagyon-nagyon hiányzik nekem Reményi József, ahogy mindnyájunknak azt hiszem, mert nekem föl kell, össze kell most szednem magam, hogy az Örkény életművet egy nagyszerű emberke segítségével, Nagy Zselyke, aki hát a hármunkban, akik dolgoztunk együtt az életművön, ő volt az, aki a végső korrekciót és a végső ellenőrzését mindennek megcsinálta. Úgyhogy most már egyedül maradtunk, kettesben maradtunk vele, úgyhogy remélem, hogy nem fogunk hibákat elkövetni. Ez nagyon hiányzik nekem, úgyhogy ez a lényege. Aztán, ha akarod, kérdezz, hogy mit csináltunk Örkény István életművével, ami nem, hát hogy mondjam, nagyon nem nehéz. Szóval Isten ments, hogy én most azt mondjam, hogy ez egy óriási feladat, mert itt arról van szó, hogy azt a műveket, azokat a műveket, amit István megírt, azt megfelelő lehetőségek és körülmények között próbáljuk segíteni, hogy megjelenjen, és minél több emberrel ez eljusson. Ezen kívül gondoztuk a szöveget. Tehát ami a legfontosabb, de a legegyszerűbb dolog, hogy többször végignézni, korrigálni, pontosítani, és ha véletlenül valami kimaradt, abból, ami az előző kiadásokban megjelent, akkor azt a Jóskával mi, hát hogy mondjam, pontosítottuk, vagy kiegészítettük. Tehát számomra ez egy rendkívül hiányzó ember lesz. Igyekszem, hogy ne legyen hiba, mert mindig lesznek segítségeim. Azt hiszem, hogy valamilyen módon kontrolláljanak, ha valamit kihagytam, amit rosszul tettem, vagy amit nem akartam jól, vagy nem tudtam jól megcsinálni. Úgyhogy ennyit az életműről. Egy kicsit más is kérdezhetek, ha már, igen. Soha nem kérdeztem meg tőled, hogy mikor és hogyan jutott eszedbe, hogy dramaturg legyél? Hát igen, ez olyan kis, hogy mondjam, legenda, dehogy legenda, hanem egy ilyen anekdóta, inkább az sokkal szerényebben mondom, dehogy legenda, anekdóta. Szóval én megismerkedtem az már akkor nagyon idős, csak azért hangsúlyozom, mert akkor semmi egyéb kapcsolat már nem lehetett közte és köztem, Petes Sándor színésszel, akinek én rajongtam a színházért. Tehát egyszerűen, mint egy érettebb, vagy egy, hát hogy mondjam, már még nem felnőtt, de már nem kamaszlány, és állandóan az, hogy a színház, a színház, a színház, és akkor egyszer azt mondta nekem a Petes Sanyi bácsi, és ennyi a történet, hogy gyere már, beviszlek a Víg Színházban, nézzál meg egy próbát. És akkor úgy bekerültem, és utána úgy ismert a portásnő, megismert ott, aki odajött, azt hiszem a Várkonyi jött oda, hogy maga mit keres itt, és akkor mondtam, hogy a Petes Sanyi bácsi megengedte, hogy beüljek ide. Szóval körülbelül így kezdődött az én
történetem, és akkor egy nagyszerű dramaturg volt a vezetője, úgy hívták, hogy Címer József, aki egy-két színházi ember talán emlékszik az ő nevére, rendkívül szigorú, rendkívül pontosan fogalmazó, nagyszerű tudású ember volt, akitől, ha valamit tanulhattam, akkor ő volt az. És az a különös a dologban, hogy hogy a Várkonyi Zoltán és a Címer József, ez a két nagyon-nagyon határozott karakter, nem bírták egymást. És természetesen nem a Várkonyi Zoltán ment el a Big Színházból, hanem a Címer József. És akkor ő elment, Pécsett lett dramaturg, és akkor én ott maradtam, mint egy olyan, senki nem vett észre, hogy hát jó, hát ez a kislány ottan tett a Címer József mellett, hát ne rogjuk ki, hát semmi bajt nem okoz itt. És szóval ez a kis anekdotája a történetnek, aztán utána egyszer csak jöttek hozzám a darabok, mert odaadta a Várkonyi. Aztán jött a Marton László, és a Marton László vett először komolyan. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és tudom, emlékszem erre, és aztán be is fejezem, hogy mi volt az én múltam, hogy a Marton Lászlónak odaadtam a Déri Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. És ő nagyon-nagyon föllelkesedett, és akkor kezdett megismerkedni, először ez egy ilyen titkos anekdóta, ő azt szerette volna, hogy természetes ebből egy zenés színházat kell csinálni, egy zenés előadást, és ő először akkor a Brodyékat hívta föl. És a Brody és a Zorán nem vállalták, azt mondták, hogy ez őket nem érdekli, vagy nem tetszett nekik, nem tudom. És akkor azt mondtuk egymásnak, elkezdtük sorolni, hogy kik azok a zenészek, akik feltehetően már névvel ismertek és tájékozottak, és mi legyen. És akkor, hogy kinek jutott eszébe, nem tudom, nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, lehet, hogy a Marton mondta ki, hogy Presser Gábor. És innentől kezdve elindult egy történet, én még abba segítettem a Martonnak, hogy a Istvánnal, Örkény István a férjem volt akkor, hogy bemutattuk, mert hát én is már bejártam a Tiborban, hogy a Marton László szeretné megrendezni, hozzájárul-e ahhoz, hogy magát a szöveget földolgozzuk, vagy földolgozzák, vagy bemutassák. És a Déri nagy nehezen, mert olyan nagyon ő nem szerette a színházat, és aztán előbb-utóbb mégiscsak azt mondta, hogy okay, hát csináljátok meg. Így indult a történet, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, ami egy elképesztő siker volt, akkor elég sokáig ment, talán még emlékeznek is néhányan rá, ha más nem, akkor csak a szövegre, hogy volt ilyen musical, és így indult meg a nagy zenés színházi produkciója vagy vonala a Víg Színháznak, és a velem és az én nekem a Marton Lászlóval való nagyon közös munkám. Úgyhogy körülbelül ez volna az eleje a történetnek. És hát valóban az, hogy emlékszem egyszer, hogy a dramaturgián én hívtalak föl, Gyuri, vagy nem tudom, hogy vagy te jelentkeztél be a Horvaihoz, vagy fölhívtad a Horvait, nem tudom, szóval nagyon régen volt, olyan fél homály volt a dramaturgián, és te bejöttél, és ott ült a Horvai. Igen. Nem, ugye? Erre már emlékszel. Igen, ketten ültetek ott. Szóval nem, a színház hívott föl, szerintem te hívtál föl. Mert én nem tudtam, hogy a Víg Színházba egy barátnőm bevitte a két darabot. Aha. Fogalmam nem volt róla. Szegény már meghalt, Kartal Zsuzsa néven volt költő, ő Hajnal Gábornak volt a lánya. És egyetemről ismertük egymást, és valahogy odaadtam neki két általam jónak itt egy darabomat, de nem tudtam, hogy ő ezt bevitte a Vígbe. Tehát nem én, nekem eszembe nem jutott volna a Víg Színház. Hát ez egy polgári színház, én meg egy ilyen radikális, nem tudom, mi vagyok. Lázadó dramaturg. Igen, hát persze. És
Akkor ott az a te szobád volt egyébként. Hát már akkor volt, mert a Cigány József akkor már elment. Hát én meg így úgy betelepettem, mert nem tudtam máshova menni, és senki más nem volt, aki beült volna a dramaturgia szobájába. Igen, és ott te, mint fiatal kislány ott ültél, és a Horba is egy fiatal ember volt egyébként. Mellettünk lév a szoba. De együtt voltatok a szobában, amikor mondták a portál, hogy hova menjek, és akkor hogy, emlékszem, hogy nagyon furcsán néztetek rám. Mert egy olyan 50 körüli palit vártatok, és én olyan 24 éves voltam. És hát akkor biztosítottatok róla, hogy nagyon tehetséges vagyok, és reménytelenek ezek a darabok. Na, így kezdődött, és akkor azt mondtad, hogy enyhítsed a bajt, hogy ezt megírtam valahol, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ha valami más műfajban is dolgozom, ha vannak esetleg novellái vagy valami, akkor azért azt adjam le a nevedre a portán. És volt néhány nem nagyon jó novellám, és akkor leadtam a nevedre. És akkor fölhívtál, hogy megmutathatod-e ezeket a novellákat a férjednek. Hát mondtam, mutasd. Nem tudtam, hogy hívják a férjed. És akkor pár hét múlva telefon, anyám vette föl, és utána mondta nekem, hogy valami önkényi keres. És akkor kiderült, hogy Örkény István hívott föl engem. És nagyon gratulált ezekhez az írásokhoz. Óvott attól, hogy az egyiket valaha is kiadjam a kezemből, ezek közül a novellák közül, nem is adtam ki. És megkérdezte, hogy néhány novellámat azért beviheti-e az új írásba. És mondtam, hogy hát vigye. És meg is jelent az egyik 71 tavaszán. Új írás. Az új írásba, és aztán akkor megrettentem, mert nem, szerintem nem volt elég jó az írás, és akkor évekig nem adtam be sehova semmit. Úgyhogy Örkény István fedezett föl, és én voltam olyan hülye, hogy aztán nem kerestem. Ez nagy hiba volt a részemből. Mert biztosan örült volna neki. Biztos. És évtizedekkel később hallottam, hogy akkor még volt a kávéházok Budapesten, hogy elterjesztette a kávéházakba, hogy van egy új tehetség, és úgy hívják, hogy engem. Biztos örült, hát mindenki, aki ismerte, azt mondta, hogy szenzációs volt asztalnál, ahogy ezt ugye kifejezték, hogy őrületes dumája volt, és hihetetlen szellemes. És kihagytam. Ezt én nagyon sajnálom azóta is. Mert gondoltam, hogy én nem akaszkodom rá, meg nem veszem el az idejét, meg ilyen hülyeséget gondoltam. Nagyon sajnálom. De veled kapcsolatban voltam. Emlékszem, hogy egyszer, ez nincsen itt a szövegben, nagyon-nagyon szerettél volna tőlem előadható darabot látni. És egyszer 5 nap alatt írtam egy hülyeséget, amit én hülyeséget tartottam. Az volt a címe, hogy Ró. Egy ilyen sci-fi őrület volt, és beadtam, és nagyon tetszett neki, azt mondtad, hogy szerinted ezt elő lehet adni, és akkor nagyon megijedtem, és soha többé ilyet nem csináltam. Pedig lehet, hogy még egy darabom volt, amit visszavettem a Víg Színháztól. A rendszerváltás után, akkor már meg volt egy bemutató, ahogy teszünk, rendszerváltás után fölkért engem a Víg Színház, tehát te meg a Marton. Meg a Horvai, hogy írjak darabot az új Zrínyiászból, de mai viszonyok között. Utólag kiderült, hogy az Eszterházit kértétek föl először, és ő azt mondta, hogy ezt nem tudja megcsinálni. És én nem mondtam, hogy nem tudom megcsinálni. Megcsináltam, és mire kész lettem vele, addigra annyira förtelmesnek találtam a magyar politikai életet, ez a rendszerváltás után volt, hogy én kértem, hogy ne mutassátok be, mert a Víg Színház úgy hajlandó lett volna bemutatni. Úgyhogy ez a legújabb Zrínyiász című darabom, aztán publikáltam egyébként, mint kordokumentumot, de nagyon örülök, hogy a Víg Színház nem mutatta be.
Mert olyan lett volna, mint ez az Uborka című tévésorozat, ez a szatirikus rémség. És addigra rájöttem, hogy a politikusok nem érdemlik meg, hogy a színpadra kerüljenek. És az most valami rémlik a darabból, szóval az a furcsaság, amit a Gyuri fogalmazott, az a kicsit eltérés a valódi realista színűtől, a szatirájával, az néha éles és utána visszafogott fogalmazásával, és az egész új Zrínyi, szóval Zrínyi fantazmagóriát úgy végig gondolta. Szóval én attól félek, hogy abszolút, amíg elvállalták volna, és a Horvai, vagy bárki, vagy a Marton megrendezi, abból egy nagyon nagy bukás lett volna. Nem érezték volna azt a fajta még kezdetekben lévő különlegességet, ami te benned volt, és nem is tudom, hogy nagyon jó volt-e. Bocsánat. Milyen volt az új, mennyi emléked van róla? Hát az az előnye van, mindenki a saját nevén szerepel benne. Összes pártvezér, meg beosztottak mindenki, és szerintem majd segíti a kutatókat, hogy ne kelljen az összes újságot végigolvasni. Ennyi elég lesz nekik ebből a korszakban. Mint mű, annyira nem jó, mert különben akkor valamit csak kezdtük volna. De az egy nagy korszaka volt a drámaírásnak, mert aztán utána jött a Kornis Mihály, és nagyon sokan abban a korban, hát és természetesen a Nádas Péter, szóval hirtelen föllendült a kortárs magyar dráma Márton László, szóval egyszer csak kezdett felfokozódni az érdeklődés a színházakban is, és a nézőknél is. Úgyhogy az egy nagy korszak volt. Vagyis hát, hogy mondjam, egy nagy hulláma volt a kortárs magyar drámának. És hát az Ahogy tesszüknek mekkora sikere volt. Szerintem nagyon szép előadás volt, nem olyan régen leadta a tévé, megint meg volt felvétel előtt. De valójában nem bukott. Mert olyan 75-80%-os nézettséggel ment még a régi vígbe, ami azt jelenti, hogy az 1200 fős befogadó képességgel kell számolni, de az nem elég a Vígszínházban. Tehát a Vígszínház túl nagy, most is túl nagy, pedig már kisebb az átalakítás után, ott 100% fölötti nézőszámot kell produkálni, úgyhogy a közönségnek nem te kellett annyira, mert szomorú volt akkor, amikor a közönség bízni akart. Tehát ennyiben érthető, hogy miért nem lett belőle igazi siker. De nagyon szép előadás volt. Igen. És remekül játszottak benne, és szerintem a Marton Lacinak az egyik legjobb rendezése. Igen, de az utána jött, vagy előtte volt, nem tudom, utána volt, vagy előtte jött a Kornis Mihály. A Hallelujával. Aztán a Nádas Péter, szóval hirtelen ez a három nagyszerű ember produkált egy egész különleges változást. A Márton Laci sajnos az akkor nem voltál még benne, vagy nem volt benne, de ők voltak azok, akik egészen új vonalat képviseltek, a nagyon realista, nagyon földhöz kötött, nagyon furcsa, de nem inspiráló magyar drámairodalomnak. Szóval ez egy nagy korszak volt, és boldog vagyok, hogy részt vehettem benne, na ennyit mondok. Itt többször emlegettük ma már Reményi Jóskát. Emlékszem, amikor ő átvette ugyanezt a díjat, a Pomosalelel díjat, akkor Margócs István egykori mozgóvilágos kollégája, barátja laudálta, és azt a címet adta neki a laudációjának, hogy a literátor. Ugye tele van a nyelvünk ilyen nem tudom, jövővé migráns szavakkal, amik nagyon megragadják a lényeget. Erről is ugye a te laudációnak is akár lehetne az a címe, hogy a dramaturg. És a dramaturgnak, nagyon nagy súly van a vállán akkor, amikor például olyan kérdésekre is szerintem várjuk tőled a választ, vagy valamit, és én azt gondolom, hogy legyen ez az utolsó
kérdésünk hozzá, Zsuzsa, hogy ugye volt itt szó Örkényről, volt szó a Gyuriék nemzedékéről, de hát Zsuzsa, mint a dramaturg, azért már jó ideje együtt mozog a kortárs magyar irodalom jeleseivel. Nem sokszor kicsalogatja belőlük a drámaírót. Most Gyuri említetted, hogy a Víg Színházban, nagy színpadon került bemutatása az, ahogy tesszük. Hát ugye most nem olyan időket élünk, hogy kortárs magyar író drámája nagy színpadon kerülne bemutatásra. Most történetesen a te két drámád is színen van, vagy műsoron van, de a Kamrában. Ez egyáltalán nem baj, mert ezek kamaradrámák, és teljesen rendben van ez a dolog. De Zsuzsa, ha másnak nem, hát neked elhisszük azt, hogyha azt mondod, hogy van élő kapcsolat, vagy lehet élő kapcsolat a kortárs magyar irodalom és a kortárs magyar színház között. Hát most. Nagyon van. Egyetlen egy színház van, amelyik ezt komolyan tudja képviselni, és nem azért mondom, mert itt van a Gábor, de a Katona József Színház. Szóval nagyon sok oldalról közelítik meg a magyar szöveget. Ez nem mindig drámaszöveg, hanem adaptáció, vagy valamilyen elképzelés, vagy egy átírás, vagyis hát az adaptáció ugyanaz, vagy önálló írás. De egyedül a Katona József Színház az, amelyik, hát hogy mondjam, egyensúlyba tudja tartani ezt, hogy mi az, hogy magyar drámaszöveg, és mi az, hogy előadása egy színháznak. Úgyhogy igazából ők képviselik néha-néha az Örkény Színház, és néha-néha egy-egy vidéki színház, nagyon ritkán. Valamilyen módon tudomásul kell venni, hogy a mostani drámaírók új hulláma az jelen pillanatban nem tudja képviselni azt, ami legjobban érdekli az embereket jelen pillanatban. Tehát mintha nem tudná utolérni a dráma ezt az őrületes fordulatot, amit állandóan változik a társadalomban. Bár néha van egy nagy pillanat, most ez azért nézek, van Márton Lászlóra, mert itt van, de különben is mondanám, hogy egyetlen nagy produkciója volt az elmúlt évtizednek, az pedig a Nagyra Törő című gyönyörűséges nagy trilógia a Márton Lászlótól, akit átvett, vagyis a darabot, amit elvállalt, a Csizmadia Tibor és Szolnokon. Egerben. Bocsánat, Egerben, igen. Köszönöm a javítást. És meg kell, hogy mondjam, én nagyon boldog lettem volna, ha ez fölkerül Budapestre. Bármelyik színház meg tudta volna csinálni, nem ilyen nagy apparátussal, mint az Egri Színház, de meg tudták volna csinálni egy nagyon fontos dráma. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amelyik nagyobb szabású dráma, ahhoz nagyon nehezen fordul a színház. Tehát az Örkény Színház is, meg a Katona József is, valóban, hát ilyen nagyszabású dolgot, mint egy trilógiát megcsinálni, hát azt hiszem ma erre nincs kapacitás. Elnézést a közbeszólásért, Zsuzsa volt a dramaturg. És milyen jó volt dolgozni a Csizmadiával, magával, és az egész produkciót végignézni Egerbe, ami egészen magas színvonalon volt, és hát nagyon ritkán, én nem is tudom, hogy ilyen, hogy magyar dráma trilógia, most lehet, hogy én műveletlen vagyok, de én úgy tudom, hogy drámatik trilógia nem nagyon volt, Gyuri. Páskáninak volt egy annak nevezetje. Hát ha nem írnak ilyet az írók, hát akkor nincs. Hát de ahhoz elvakult írónak kell lenni, hogy valaki trilógiát csinál. Egy darabhoz is elég elvakultnak kell lenni. Ugye, de három egymás után... Ő se csinált többet, ez biztos. Páskáni nevezte úgy ezt a három történelmi drámáját, hogy Trition, vagy a kiadó így jelentette meg, hogy Erdély Trition. Bármire lehet mondani, hogy trilógia, de az azért nem az. Még valamit mondanék, hogy azért a Víg Színházban is voltak ilyen kamaraszínházi, nem is a Pestiben, mert az is túl nagy, hanem a házi színpadon voltak nagyon érdekes bemutatók,
És például annak idején, hát nem lehetett más a dramaturgia a Búcsú szimfóniának. Hát nyilván te voltál a dramaturgia, ami egy nagyon-nagyon érdekes előtt, Eszterházy. Ez volt az első bemutatott színpadi műve, és elképesztő, hogy a Zsótér mit hozott ki a színészekből. Tehát ez tényleg nem biztos, hogy nagyon sokan látták. Nagyon érdekes előadás volt. És nem is volt sajnos, hát hogy mondjam, kritikai, vagy nem volt kritikai, igazi kritikai visszhangja. Na, szóval magyarul, ami beágyazna egy művet egy ország, egy kultúra köztudatába. De most még, hogy világos, nagyon sokféle dramaturggal találkozik az ember, de igazival én hárommal találkoztam életemben összesen, és Zsuzsa említette Címer Józsefet. Én pécsi korszakában ismertem meg, és teljesen ellentétes, amit ők csináltak. Mind a ketten írtak. Hát a Zsuzsa is előbb-utóbb elkezdett írni, hogy terjessze, amit ő jónak tart, meg kövesse a fejleményeket. Címer József nagyon sokat írt, rengeteg tanulmányat. Elég bőbeszédű tanulmányok. Hogyha valaki csak a tanulmányok alapján akarja dramaturgi tevékenységét megítélni, az valószínűleg téved. Na most Címer József volt az, aki Íj és Gyulából a soron következő, hát nem nagyon jó darabokat kiverte. Mert ő meg volt róla győződve, hogy az Íjésnek darabokat kell írni. És akkor sorozatba jöttek az Íj és Gyula darabok, ami hát nyilván, hogy megtévesztő, ugyanis Címer József tényleg szenzációs dramaturg volt. Egyrészt értette, amit olvas, ha egy kész darabot kapott. Másrészt pedig akkora tekintélye volt, hogy amikor megnézte a főpróbát, az első főpróbát, tehát 5-6 nappal a bemutató előtt, akkor csak neki mutatták meg, esetleg a szerzőnek, és olyan másfél-két órát elevezte, amit látott a Címer József, és alapvetően befolyásolni tudta a bemutatónak a minőségét. Na most a Zsuzsa nem ilyen volt, a Zsuzsa a rendezőkkel tanácskozott, meg a szerzőkkel tanácskozott. Leveleket írtam, bocsánat, szóval nagyon hosszú leveleket. De menet közben, tehát te menet közben vettél részt a dologban, és aztán amikor főpróba volt, akkor szerintem már óvatosan bántál ezekkel a nyomorult rendezőkkel, megpróbáltad nyugtatni a szerzőket. Tehát egészen más szerepe volt a színházban, mint a Címer. Igen. Köszönjük szépen, Zsuzsa, amiket most elmondtad, meg egyáltalán amit tettél a magyar dráma színházi jelenlétért, és akkor még érdemes megemlíteni azt a díjat, aminek a következő díjátadóját nagyon várjuk, a Kortárs Magyar Drámaíró díj, az Örkény díj, ami megint csak arról szól, hogy Zsuzsa, te továbbra is nagyon aktívan jelen vagy azon a nem éppen könnyített körülmények között zajló történetben, ami ugye a kortárs irodalom jelenléte a Magyar Színházban. Köszönjük, amit eddig tettél ezért, akár alkotóként, vagy nézőként, fogyasztóként, a kultúrában mozgó kultúrafogyasztókként is, és még egyszer nagyon gratulálunk ehhez a díjhoz, és köszönjük, hogy meghallgattad minket.